Jó napot kívánok minden kedves nézőnek, az én nevem Csont Attila, ez pedig a Business Live adásnak az ötödik része. A mai nap folyamán egy picit próbálunk az aktuális helyzetekre valamilyen megoldást adni. Nyilván koronavírus a csapból is elszólik, mindenki tudja, hogy miről van szó, és ez a koronavírus helyzet nagyon-nagyon komoly változtatásokat eredményezett az elmúlt időszakban. És akármennyire is homokba akarjuk dugni a fejünket, ez sajnos mindenkit érint. Nyilván egy csomó iparágat ez negatívan érint, akár a turizmus, akár a vendéglátás, akár mondjuk hát a legtöbb vállalkozást, mondjuk a fitnessedzők, a szakácsok, a taxisok, szóval rengeteg-rengeteg embert negatívan érint ez a mostani helyzet. Viszont nyilván van egy pár iparág, amit meg viszont irgalmatlan pozitív irányba megy, akár a gyógyszertárakat nézzük, vagy a pizzafutárokat, vagy ételkiszállító cégeket, szóval itt azért nagyon-nagyon komoly bevételnövelés vagy növekedés figyelhető meg ezeknél a cégeknél. Na de nézzük meg, hogy hogyan is tudunk úgy hozzáállni ez az egész válsághelyzethez, hogy ne negatív legyen a végeredménye. Összeírtam ma egy pár ilyen dolgot, és bízom benne, hogy ebben is fogunk majd tudni nektek segíteni. Szóval, a mai live adásnak a témája lehetőségek válsághelyzetben. Így van. És nézzük meg, hogy mi is, vagy miért is jó ez a mostani helyzetben, hogy pánik van, meg ez az egész helyzet van. Én akár a saját bőrömön nézem, akár az ügyfeleim bizniszét nézve, általában akkor szoktak az emberek cselekedni, hogyha nagyon nagy a szar, és nagyon-nagyon nagy a pánik. Gondolj csak bele, hogyha minden rendben van, mondjuk ott van a számládom, mondjuk 6-7-8 millió forint tartalékba, hogyha folyamatosan minden hónapban jön be 2-3 millió forint lazán, és úgy tényleg úgy minden flottul megy, akkor, amikor az kiadod magadnak feladatnak, hogy még fel kell hívni 50 ügyfelet, akkor fel fogod hívni ezt az 50 ügyfelet? Hát, Sandor, gyanúm, hogy nem, mert nem elég nagy a nyomás. Tudod, hogy minden laza, minden megvan, boldogság van, minden jólét megvan, és éppen ezért egy picit ilyenkor hajlamosak vagyunk hátradőlni. Azonban, ha pánikhelyzet van, akkor kurvára fel fogja mindenki venni a telefont, és fel fogja hívni az 50 embert, mert szükséges megtenni ezeket a lépéseket. És ebből a szempontból ez a mostani válsághelyzet lehet, hogy még egy picit jó is, mert tudod jól, hogy rákényszerülsz megtenni bizonyos dolgokat, amit eddig viszont nem mertél megtenni. Ebből a szempontból szerintem nem baj, hogy most egy kicsit krízis van, meg a másik, hogyha most a krízis helyzetben te talpon tudsz maradni, akkor tuti, hogyha visszajön ez a kánaán, meg ez a jólét, meg az emberek újra szívesen fognak vásárolni, akkor már sokkal könnyebben fogsz tudni érvényesülni. Szóval most, hogyha szar a helyzet, most bele tudsz tenni a csomó szükséges munkát, és az valamilyen eredményt fog hozni, akkor meg lesz benned az a hit, hogy amikor nehéz volt, akkor is talpon tudtál maradni, és hogy te jó vagy. Szóval maga ez az egész gazdasági helyzet, ez a mostani válság, ez egy tök jó szűrő, hogy akik eddig kóklerek voltak, vagy nem igazán értettek a szakmájukhoz, ők most el fognak szépen tűnni a süllyesztőbe. Remélem, hogy te nem köztük vagy. Viszont, hogyha te igenis talpon tudsz maradni, ne adj Isten, meg tudod ezt fordítani, és mondjuk ebből tudsz profitot termelni, akkor meg viszont Isten király császár életed lesz, hogyha ez az egész gazdasági válság, ez meg fog szűnni, és újra elkezd virágozni a gazdaság. A legtöbb embernél most az szokott a baj lenni, hogy nincs elég ügyfél, igaz? Akikkel már kapcsolatban voltál, amik leendő ügyfele, vagy volt ügyfelek, illetve a későbbi leendő ügyfeleid, most egy picit lehet, hogy jobban megfogják a pénzköltekezés, a pénzkiadást, és egy csomó nemet kaphatsz ebben az időszakban. De nem kell megijedni, mivel hogy van egy tök jó stratégia, amit úgy hívnak, hogy 20-as szabály. Tök egyszerű a modell. Egyszerűen csak írd, vagy vegyél elő egy papírlapot, most itt nálam nincsen, de tegyük fel, hogy itt van nálam egy üres fehér papírlap. A tetejére fel kell írni azt a kérdést, amit téged aktuálisan foglalkoztat. Hogy lehet mondjuk ügyfeleket szerezni? Vagy mi lehet az új kampány ajánlatom? Vagy milyen új célcsoportokra lehetne lőni? Tedd fel ezt a kérdést a lap tetejére, és kezd el összeszedni a gondolataidat, és legalább 20 választ ír arra a papírlapra. Azért 20-as szabály, mert minimum 20-at össze kell gyűjteni. És ez nagyon-nagyon jó módszer, mivel hogy az első 6-7 ötlet az ilyen puk, nagyon-nagyon gyorsan jön. Aztán ilyen 7 és 13 között egészen belassul, viszont 14-15-től meg annyira szinten egyszerűen ilyen reset lesz a fejedben,
És akkor meg igen, el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy basszus, 15-öt már összeértem, mit lehetne még? Mit lehetne még? És elkezdesz azon gondolkozni, hogy milyen más megoldások lehetnek még, hogy megválaszolod az adott kérdést. És akkor szoktak a legbombasztikusabb, legkreatívabb, legjobb ötletek jönni. Szóval ezt mindenképpen használd, akár más irányba is. Például, hogy mivel lepd meg a párodat mondjuk a születésnapján. A másik ilyen hozzáállás, mindset, gondolkodásmód, váltás, hogy magadról egyszerűen csak tedd át az ügyfeleidre, a leendő ügyfeleidre, vagy a célcsoportodra az irányt. Szóval, mikor az van benned, hogy úristen, nincsen pénzem, nincs elég ügyfelem, akkor a saját magadon van a fókusz, a saját félelmeiden, a saját gyenge pontjaidon, a saját szarodon van a fókusz. És ez nyilván benne fog tartani egy ilyen rossz-rossz mindsetben. Viszont, hogyha magadról átteszed az irányt az ügyfeleidre, a célcsoportodra, a közönségedre, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy oké, nézzük meg az ügyfeleimnek a problémáit. Hogy tudnám őket a lehető legjobban szolgálni? Hogy tudnám őket legjobban támogatni? Milyen problémájára tudok most a mostani megváltozott környezetben a lehető legjobban segíteni őket? Akkor egyből a saját félelmeidről átmegy egy segítő szándékba a gondolkodásmódod. És azon kezdesz el gondolkozni, hogy hogy tudnám őket szolgálni, hogy lehetne még jobbá tenni az ő vállalkozásokat vagy életüket. És valahogy azt fogod majd észrevenni, hogy egy az, hogy sokkal jobban fogod érezni magad. Kettő, egy olyan nagyon-nagyon mély, szoros kapcsolat meg kötelék fog kialakulni az ügyfeleid vagy a követőid és közted, amit aztán későbbiekben soha senki nem fog tudni majd szétválasztani, vagy senki nem fogja majd elrontani. És most ez a lehető legjobb időszak arra, hogy elkezd a branded, illetve a bizalmad építeni a célközönséged felé. Szóval, mikor nem, hogyha nem most? Aztán írtam még egy olyat, hogy a pénzügyeid rendbe tétele. Végre vége a pénzherdálásnak. Gondolj csak bele, hogy akkor, amikor habzsidőzsi van, amikor minden oké a vállalkozásodba, amikor fitnessedzőként hazaviszed a 865.000 forintot, amit az ügyfeléd adtak neki, vagy weboldal készítőként mondjuk eddig megkeresztél 1,4 millió forintot, akkor nyilván, amikor a pénzügyeidről volt szó, amikor bementél egy boltba, akkor mi volt? Hát persze van, rohedli, ott van az egész gardrób, tele van 20 000-esekkel, és nem igazán nézted meg, hogy mikor mire költesz. És hogyha okosabb voltál, akkor már akkor is vezettél pénzügyi statisztikát, akár egy Coin, vagy van a Spendi nevű alkalmazás, és akkor ott láttad, hogy mennyi pénzt költesz. Hogyha nem tetted meg, akkor most legalább akkor meg fogod tudni tenni, és a lényeg, hogy lásd, hogy mikre költesz. És akkor, amikor az ember bőségben él, akkor bőségben szokott gondolkozni, mikor kiadásról van szó, és irgalmatlan két kézzel szórja a pénzt. Most ebben a válságos időszakban az ember igenis megnézi, hogy mire költ, hogy mire mond nemet. És azt fogod észrevenni, hogy akár fele annyi vagy harmad annyi pénzből is ugyanúgy boldogan meg tudsz élni, mint előtte azt hitted, hogy neked szükséged van havi 680.000 forint kiadásra, vagy annyit kell költeni. Ruhák, éttermek, menni nyaralni, meg menjünk el még egy picit wellnessezni. Most meg valahogy mégis csak azt veszed észre, hogy meg tudsz élni 120-150 000 forintból, mert lóbecsit van, mert meghúzod a gatyaszíjat. És eddig elköltöttél mondjuk egy nap 10-15 000 forintot, mert mindig étterembe jártál, most meg lehet, hogy kijössz 15-1500 forintból, vagy 2000 forintból per nap. És ez ebből a szempontból is tök jó, hogy az ember így rájön arra, hogy basszus, eddig mi a francra költöttem ennyi pénzt? És gondolj bele, hogyha visszajön megint ez a gazdasági fellendülés, és minden rendben lesz, viszont ezt a fajta mindsetet elkezded rendszer szinten beépíteni az életedbe, hogy nincsen gatyarázás, meg két kézzel szórni a pénzt, hanem igenis meg tudod állni azt, hogy sok pénzt költs egy-egy nap, vagy akár egy-egy alkalomkor, mikor vásárlásról van szó, akkor azt fogod észrevenni, hogy a későbbiekben sokkal több pénzet halmozódik fel. A másik pedig, most kétféle embertípus van. Az egyik, aki eddig élt valamilyen úton, módon, valamilyen szinten, és nem igazán tartalékot, nem igazán tette félre a fizetésnek az X%-át. A másik pedig, aki viszont megtette. Pont ma olvastam az egyik ilyen csoportunkban, hogy volt egy ilyen hölgy, sőt, ez nem is, mert ez ilyen privát beszélgetés volt, de hogy mondta, hogy neki nincs igazán most pánik hangulata, mivel hogy 3 kollégája van, és a legpesszimistább, legrosszabb helyzetben is minimum decemberig lazán-lazán kitart a tartaléka, mert ő az elmúlt években ő rendszeresen félretette a bevételének az X%-át, és most van egy óriásnak több hónapnyi tartaléka.
hogy mától kezdve viszont akkor megvan a lehetőséget, hogy akármilyen rossz most a helyzet, most is kezd el a bevételednek az x százalékát félretenni. Lehet, hogy a 120 ezer forintból csak mondjuk 5 ezer forintot teszel félre, de itt a mindset a lényeg, hogy kezd el tartalékolni a pénzt, és kezd el egy későbbi nehézségre félretenni ezt az összeget, mert sosem tudhatod, hogy mikor lesz még rosszabb a helyzet. A másik ilyen gondolat, hogy kialakult egy támogató légkör, és mindenki segít a másiknak, és az annyira jó látni. Emlékszem még, mikor volt a foci EB vagy VB, vagy nem is tudom mi, és vagy a VB válogató volt talán, és hogy a magyarok is egész sokáig el tudtak jutni így a selejtezőkbe, és az egész ország gyakorlatilag, hát a fél Budapest egy csapatként, egy szurkoló táborként éjjelzett, és tudom, hogy le kellett zárni a 4-es-6-os vonalát is, mert az egész, nem tudom, az egész belváros le volt zárva, mert összetartottak az emberek, és ilyenkor, mikor szar a helyzet, ilyenkor látszik az, hogy az emberek elkezdenek így összetartani, és ilyenkor van a legjobb. Szerintem most lehet, hogy mindenki pánikol, de ugyanakkor tök jó látni, hogy milyen segítőkészek az emberek, hogy mennyire támogatják. Én is több csoportban benne vagyok, akár vállalkozás, akár más témában, és mindenki azt mondja, hogy basszus, segítek ebben nektek, fel tudom ezt ajánlani, csináljuk ezt, és egy ilyen annyira ilyen szeretetteljes légkör alakul ki, és ilyen tudás megosztás alakul ki az embereknél, és az annyira rohadt jó látni, hogy hol voltatok eddig magyarok, hogy eddig miért fújoltunk a másikra, és miért akartuk lenézni, és inkább keresztbe tenni a másikat, míg most meg tényleg annyira azt látom, hogy így összetart mindenki, az ellenségek, a barátok, a konkurensek, mindenki egy csapatként próbál gondolkozni, egy hajóba elvezünk, és ez rohadt jó. És bízom benne, hogy a válság után is ez a fajta látásmód, ez meg lesz majd az emberekben. Aztán még, amit felírtam, hogy ha nincs elég ügyfeled most, akkor feltételezem, hogy van viszont több időd, amit viszont jól tudsz felhasználni. És ez talán az egyik legfontosabb, legjobb eredménye, legjobb lehetősége most az egész válságnak, hogy egy csomó ember otthon van, és jobban tud gondolkozni azon, hogy na, mit lehetne fejleszteni. Mert eddig valahány akár mentorprogram, akár marketing kivitelezés, akár tanácsadáson voltam, vagy tartottam ilyeneket, mindig az volt a fő probléma, hogy basszus, de hát így is ég a ház, annyi teendőm van, és nincs időm fejleszteni. Kérdés megadatik, és most itt van egy csomó idő, akkor használd fel bátran is, és most a lehető legjobb időszak van arra, hogy fogd a kis fehér papírlapodat, tedd fel akkor, vagy írd fel a legtetejére a kérdést, hogy milyen irányba haladjak tovább, vagy mit lehetne még fejleszteni a vállalkozásomba. És kezd el összegyűjteni akkor a mostani gyenge pontokat. Nem volt eddig weboldalad, vagy eddig ilyen csúnya volt, vagy nem volt működőképes. Akkor ülj le a fenekedre, és tanuld meg akár a weboldal készítést, tudd meg, hogy lehet egy jó weboldalt felépíteni, és csináld meg magad. Vagy eddig nem volt időd mondjuk a social media platformokon kommunikálni. Írj össze egy jó kis content kalendárt, és akkor rendszeresen kezd el akkor a tartalmaidat megcsinálni, és kezdj el rendszeresen értek adott tartalmakat készíteni, és posztold ki. Vagy most annyira sok mindent tudnék mondani. Mivel szoktak elúszni az emberek? Leginkább szerintem a stratégia tervezéssel, meg a fejlesztéssel, meg az önképzéssel. Szóval ez a másik szerintem, ami így a legnagyobb hozadéka ennek az egész válságnak, vagy a legnagyobb lehetőség, hogy van időd és lehetőséget tanulni. Annyira sok jó anyag van Magyarországon, akár a Szendrei Ádámnak a Tudástár klubja, akár a Velcembatumnak a fotós klubja, akár a Tóth Misinek, ott is van egy irgalmatlan tonnányi tudást nála, akár az én akadémiám, vagy az én általam közölt anyagok, ott van a Business Challenge, 60 videó, most van időd megnézni. És hogyha okos vagy és élelmes vagy, akkor naponta legalább 2-3-4 órát foglalkozol azzal, hogy elkezd fejleszteni magad. Vagy ott van, itt előttem van éppen a kamera mögött egy könyves polc, és nézem így a könyveimet, hogy azért én imádom a könyveket, szóval én gyűjtöm a könyveket, a jobbnál jobb üzleti és ilyen életrajzi könyveket, és eddig nekem sem volt nagyon időm mindig azzal foglalkozni, hogy mennyi könyvet olvasok el. És most basszus, itt a lehetőség, hogy annyira boldog vagyok, hogy most legalább napi 2-3 órán van arra, hogy mondjuk ki tudjam olvasni, mondjuk a Napoleon Hill gondolkozz és gazdagodj ott, vagy a Brian Tracy-től a maximális teljesítmény, vagy annyira sok jó könyv van itt a fiókomon, és basszus, a vége a live-nak, tudja, hogy le fogok ülni a kanapére, és akkor Noémivel elkezdem majd olvasni könyveket, mert végre tanulhatunk, végre fel tudom dolgozni akkor a Szendrei Ádám Tudástár klubjában lévő anyagokat, hogy basszus, itt az idő, hogy a tudást megszerezd, és azt a gyakorlatba átültest.
Vagy hogyha eddig nem tudtál mondjuk weboldalt készíteni, vagy vállalkozáson ötletelni, akkor itt az idő, és akkor csináld meg. Vagy ami még nagyon-nagyon fontos lehet, hogy kezd el akkor digitalizálni akkor a vállalkozásod. Hogyha eddig személyesen tartottál programokat, akár személyedzőként, coachként, tanácsadóként, vagy bármilyen bizniszben voltál, nézd meg, hogy az hogy tudod digitalizálni. Nyilván, hogyha te targoncás voltál, akkor nem tudod hazavinni a targoncát, és akkor otthon targoncázni. Viszont ha a vállalkozásod valami, bármilyen szinten egy picit is online-osítható vagy digitalizálható, akkor gondolkozz el azon, hogy egy az, hogy milyen tudást tudnál megszerezni, hogy ezt meg tud tenni, a másik pedig kezd el megcsinálni. Szentel rá időt, és akkor kezd el digitalizálni a vállalkozásod. És most a tanácsadóknál azt látom, hogy így mindenki ingyen meg fillérekért osztogatja a jobbnál jobb tanácsait, köztük én is, és hát élj a lehetőséggel, most olyan kánaán van tudás szinten, hogy hihetetlen. Apropó, tanács és segítség. Április 6-án fog majd indulni a Business Sprint nevű 30 napos programunk, ami online oktatásokkal, illetve, hát nyilván mindig csak online, de hogy lesznek előre elkészített videók, amit meg kell majd nézni, illetve lesz egy olyan verzió, amikor minden héten személyesen fogunk, mert online személyesen fogunk majd beszélni, és mindenkinek a legjobban próbálok ilyen személyre szabott segítséget adni. Nézd meg a csontatila.hu/business-sprint, ennek a kampányomnak a weboldala, nézd meg, és hogyha szimpatikus, akkor mindenképpen regisztrálj, mert másfél hét múlva indulunk, és az lenne a cél, hogy fillérekért a lehető legtöbb támogatást adjam meg nektek, és a lehető legtöbbet érjük el akkor ebben az időszakban, jó? Köszönöm szépen, hogy végignézted a mai Business Live-ot, jövő héten szerdán következik a következő rész, és ennyi. További szép estét, sziasztok!